kicsit ezt a csokoládé szavazt, gyerek, külülve csatornán, kipejelentkezik a következő Farming Simulator 19 milliárd euró kívás is. Egy videósorozat, nagyon furcsa ezt kimondani, amikor itt vagyunk Kolumbiában, annyira megszoktam, hogy ezt, jaj, de jól néz ki ez a traktor. Mindig meglepődök egyébként, ez a vörösös talaj textúra, ez is olyan, hogy akár hányszor meglátom, egy cseppet se bántam meg, sőt, nagyon tetszik, hogy váltottunk helyszínt, és egy ilyen egész más jellegű mapon játszunk, nagyon jó. Annyira mások a színek, annyira élénk, annyira így feldobja az egészet. Mit akartam csinálni, gyerekek? Egy kicsit majd ugye nagyon gyorsan össze kell kapnunk ezt a részt. És... Oké, jó, megvan a szalma bogjám, csak nem olyan távolról látszik. Ezt össze kell... Egyébként nagyok a távolságok ezen a mapon, csak nem tűnik tényleg? Mindig így meglepődök, hogy hol a szalma, olyan közel van a szalma bogjám, aztán nincs is annyira közel. Csak ugye... nagyon ilyen ritkás a terület, és emiatt ilyen kicsinek tűnnek ezek a földek, szóval rohadtul nem kicsik el. Például mellettünk lévő föld, az baromi nagy lesz. Na, de ne húzzuk az időt tovább, gyorsan ezt kapjuk össze, és akkor csináljuk a dolgokat. Jó, de jó, hogy itt van a benzinkút. Fú, mai részben elég sok mindent terveznék, az állattartást mindenképp meg kellene indítani, meg a mellettünk lévő földön el kellene kezdenünk. Hú, gyerekek, viszont az aranyat, és el kellene kezdeni bányászni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy van ez az aranybányászat. Hát remélem, hogy ez egy igazi aranybánya lesz. Kicsit rosszul sikerült. Hú, egyébként ez a John Deere, ez pöszme jól irányítható, elmondom nektek, gyerekek. Szinte ilyen meghosszabbítása a testeteknek és a gondolataitoknak az irányítása. És ezt mindenféle túlzás nélkül mondom, hogy ez valahogy ez nagyon el lett találva. Ugye... Voltak olyan törzscsuklós gépek, amikkel annyira nem boldogultam, de ezzel szerintem egész jól sikerül azért az irányítás. Én tényleg jó. Megfelelő időbe fordul át. Ah, jó. Imádom, jó az a John Deere. Kicsit kezd koszosodni, mindenképpen kell venni most. Itt nem azt szeretném, hogy ilyen rettenető dzsugás gépek lesznek, mindenképpen kell vennünk sterimót. Aztán tisztogatjuk a járműveket. Oké, srácok, jó kis hangulat vagyok. Tényleg kezdett egy kicsit az előző mapon, nem is tudom, ilyen GPS-nek GPS volt, és nem volt benne semmi újdonság, nem volt semmi kihívás. Ugye az Alsószeg mapon már, amit csináltunk, tényleg ilyen iszonyatosan monotonná vált. Viszont ez most tök jó. Ez egy ilyen új szint visz bele az egészbe. Ugye, hogyha építkezek valahol, onnan el fog tűnni az, amit ott hagytam, szóval annyira nem gond, hogyha esetleg marad egy-kettő ilyen. Csomó maximum összeszedjük majd a végén, aztán bedobjuk az állatoknak. Nem tudom, hogy meg kell néznünk majd, hogy milyen állatolat akarok lerakni. Elképzelhető egyébként, hogy nem modoltat fogok lerakni, nem akarok ilyen nagy horribilisat először. Tényleg ennek annyi értelme lesz ennek az állatolnak, hogy ugye szarvasmarhákat azért de jól néz ki az a hegy is ott. Jaj, minden jó az a map, gyerekek. Jó az a map, de jó élhető az a map. Ja, azért akarok szarvasmarhákat elsősorban most ugye tenyészteni, mert még nem nagyon csináltuk, meg még ráadásul kell egy csomó helyre ugye trágya azt, amikor meg tudom magamnak termelni. Ja, a Demon Hill írta, hogy biztos, hogy olívaolaj lesz abból, hogyha én a trágyát vízzel összekeverem. Ja, nem, rosszul gondoltam, nem olívaolaj, hanem gondolom az öntöző berendezése az Oliva Farmnak, egy ilyen automata öntöző berendezés, amiben be kell vinned ugye a trágyát és a vizet, és konkrétan akkor lesz belőle elvileg oliva, mármint ugye így megtermelődik maga az oliva bogyó, és nem úgy gondoltam, hogy összekeverjük a kettőt, de egyébként úgy röhögtem, szóval tényleg én azt mondtam, és szó szerint rögtem itt az ágyban, az előbb olvastam a kommentet. Mindig általában megpróbálom megvárni a kommenteket, az első kommenteket az előző videóra, akkor felvenni a következőt, hogy ne az legyen, hogy ilyen... azt se tudom, mi a reakció, és most az előbb úgy nagyon nevettem azon, hogy írta, hogy biztos, hogyha az a trágyát összekeverjük vissza, olívaolaj lesz. És így belegondoltam, hogy oh my god, nagyon nem. Nagyon nem. Nem olívaolaj lesz, hanem oliva fán terem majd a dolog. Ez így jó volt. Ez vicces volt. Bírom az iróniát. Imádom az iróniát. Meg a szarkazmus is tök jó.
Igen, ez a kettő humorforma, ez nagyon kevés emberek adatik meg, és jó, kevesen használ, és még kevesebben használják jól. És vannak olyanok, akik abszolút nem értik, azon szoktam nevetgélni, hogy TikTokon is van például egy, nem tudom, Jim Sulaimant ismeritek-e, ő folyamatosan így a kommentekre ilyen szarkasztikusan, ilyen ironikusan válaszol, és mit tudom én, hogyha azt mondják, hogy mit tudom, mit gondolsz a nőkről? Mondja ugye, hogy a nőknek a konyhában van a helye. Hogyha, mit tudom én, hogyha a konyhából kijön a nő, akkor az a lényeg, hogy hosszúval állsz. És akkor csomóan nem értik. Nem értik, hogy ez irónia, szarkazmus. És írják, hogy úristen, hát hogy te hogy gondolkodsz ilyen, hogy így a nőkről, és így fel vannak háborodó emberek, amikor egyszerűen még a stílusában is látni, hogy ironikusan, szarkasztikusan fogalmazza meg azt a rohadt választ, és néhányan meg kiakadnak rajta, örület, komolyan. Nem tudom, szokták mondani, hogy aki az iróniát és a szarkazmus nem érti, az pszichopata. De, ja, de aki meg jó használja, az meg nagyon jó. Jaj, de jó ez a gép. Egyébként ennél még nagyobb gépet fogok venni, nem fogok tökölni. Valószínűleg nagy földek megmunkálásához a legnagyobb eszközöket fogjuk használni. Olyan, ezt nem is kell szerintem bizonyítanám, kiürítenem, mert mi a szarnak, ugye? Mert igazából, jó lesz ez a nagy föld itt mellettük. Mert igazából benne is marad, ha elkezdünk építkezni, úgyis akkor föl fogjuk használni a szalmát. Jaj, nagyon érdekel. Ugye elvileg úgy kell befúgatni a szalmát a állatoknak. Annak van azt hiszem egy speciális eszköz, amit még ilyen büdös életben nem használtam, úgyhogy az is egy érdekes lesz. Ezeket megpróbáljuk megoldani, veszünk egy állatolat kapásból, utána punkersilót, utána megcsináljuk mellettünk még a területet, úgyhogy lesz itt munka bőven, megadatik a kívülnek, hogy dolgozhat ezerrel. Na, itt ezt lehúzzuk. Ezeket, hogy egy-kettő pötty van itt, nem olyan túl sok, ezt szerintem összekapom, mert úgy látom, hogy össze tudom fűzni egy hosszra. Egyébként ez a John Deere gyönyörű, csodálatos, úgy örülök neki, hogy új járműveket használunk, és tényleg nem mindig ugyanazokat az MTZ-ket, nem mindig ugyanazokat a rábos tejgereket. Nagyon-nagyon leakalapva imádom, tudjátok jól, MTZ-82 kedvenc, örök kedvenc, meg minden, de hát figyeljetek, egy mást is ki kell próbálni, ne örülítsetek meg, hogy egész életünkben izével 82-eset iporjuk. Meg főleg izében vagyunk, Kolumbiában, more! Hát itt van pénz lóvéra, neki kell állni majd a izének, hernyó üzletnek, meg a Foxnak majd. Minden, neki fogunk állni, gyerekek, ne vicceljetek. Természetes egyébként. Na, van még valahol, ez akkor már összekapom, hogy... Mert akkor kikapcsolom, és akkor ugye gyorsabban mész addig. Jó, itt ezt összekapjuk, azt a kettő pöttyöt összekapjuk. Figyeljetek, akkor már kapjam össze, nem igaz? Egyébként érdekes, hogy mi fekete guminyomokat hagyok, hogy ezért tarlón. Ez olyan, mint a régi filmekben, én hazád megy a lordjaiba, amikor tudjátok, mentek a még íz egy gumi nyikorgás hang, az mi ott az a távol? Ott is vannak ilyen nagy projektek, amik bele fog kifogni a kihívőt. 12,4 milliónkban, gyerekek! Hát ennyi pénzünk a büdös életben nem volt, meg na azért lesz, azt akartam mondani, lehetem is lesz, de lesz. Fog lenni, de aggódjatok. Na, ide rámegyünk, itt ezt összekapjuk, visszafele meg majd a maradékot, jó? Aztán legyen összeszedve az összes, legközelebb rencsodrózzunk, gyerekek. Ne adjuk itt, akkor már építkezünk, nem biztos, hogy odaépítkezünk, nehéz lesz kiszedni, akármicsoda. Úgyhogy nem akarok területet rendezni, ahogy mondtam, hanem inkább rontom-bontom. Ez a gép, ez adja, ezt imádom, ez nagyon jó, ez a John Deere, ez nagyon jó, és tök autentikus, az a nézze is tök autentikus. Próbáljuk meg úgy válogatni erre a mapra a gépeket, van benne csomó mod, ugye, de próbáljuk meg úgy válogatni, hogy autentikus, jó, érdekes gépek legyenek. Nem, srácok, akkor már egyszer ezen játszunk, akkor próbáljuk meg ilyen beleélősen. Valóság szava legyen az egésznek, nem, srácok? Egyébként szép, egy tök más, olyan mint egy más játékban játszanék szinte. Tényleg olyan furcsa érzésem, mert nagyon van ide ezzel betolók, oda. Szóval a mellé, aztán majd akkor még... Ide letesszük, jó, vagy gyerekek, lepasszolom ide. Aztán ugye akkor majd az lesz, hogy lesz itt neki helyecske. Figyeljetek, gyerekek!
hogy hörög, letyög. Figyelj. Egyébként utána néztem, rosszul tudtam, ez 89-től 93-ig gyártották ezt a John Deere-t, ha jól emlékszem, ugye 2000-es évek elejére dotáltam, és nem. Ez így a 90-es évek eleje, és az is nagyon érdekes benne, hogy sorhat engine van benne, de mégis tök jó hangja van egyébként. Igen, csodálatos. Nagyon jó. Ah, jó, oké, ez így kell megállni ezzel, mert ez gyönyörűséges. Oké, akkor kezdjük el építkezni, de szerintem jó egy mentést, mert az építkezésnél azért szoktak olyan bonyodalmak lenni, amik nem vártak. Nem, hogy véletlenül teljesen elcsesződjön a mappit nekünk, vagy valami csoda. Ó, és itt van a Global Company-ban hemp. Hempecske, itt tudunk majd termeszteni. Jó, nyugodjál meg képer szerintem, mert attól megnyugszol. Nézzük meg az egyébnél, nem került be valami. Oppá, gyerekek, toronydarú tesek. Azért, érzed? És ez így meg tudod rakni a kamion, vagy valami csoda. Hoppá, szélenergia átalakító. Az eurótóz óránként. Szélenergia átalakító kicsi. Hú, 1,2 millió gyerekek, oda nézzél, bazzel, mekkora kisebb se látszik a térképre. Úristen, mekkora ez gyerekek. Na, ilyenből egyébként leraktál egy párat, de most belegondolsz, óránként 600 eurót hoz, akkor hány órát kell pengetni, érted? Most, hogy 10, akkor várj, 10 óra alatt 6000-et, 100 óra alatt 60000-et, 1000 óra alatt 600000-et, jó, 2000 óra, az, hogy ez visszacsengesse ezt az árát. 2000 óra, hallod, azt tudod mennyi? Ez megőrülsz. Ez nagyon sok. 168 óra ugye egy hét, úgyhogy egy-kétszer kell pörgetned egy-két napot. 7 nap alatt még csak 168 óra, és 2000 órát kell gyerekek. Azt a betyár. Jó van, aki eltök, az nem biztos, hogy nagy üzlet. De viszont kellene építkezni, mert a Keeper most már úgy tartottunk. Ugye egyébként farmához, na igen, itt van ez a farm épület, látjátok, itt van a Hacienda. Az alapban 200 ezer volt, úgy gondoltam, akkor még vonunk le belőle nyugodtan. De tényleg építkezni kellene, állatólag. És nézzük akkor meg, hogy milyen marha legelő nagy és marha legelő. Ez a kettő van, 100 ezer és 300 ezer. Benne van egyébként, ugye benne vannak ezek a modoltok is, még 100 darab kell neki. Aha. Nem tudom, hogy akarom-e én ezt. Nem tudom, hogy akarom-e. Ne legyen az, hogy egy kapásból ilyen horribilisen nagy dolgokat csinálni. Nézd meg, ez ilyen akkora bazer. Valahogy nem, valahogy jobban élném egy kicsit egy ilyen kis vidékies hangulatot. Lóistán a marha legelő. Az 50-es meg egy 200, idő nézzetek 200-as, úristen. Szerintem egy 50-es nekem bőven elég, ugye? Szerintem egy 50-es bőven elég lenne. Ó, de jól néz ki. És elvileg ez úgy van, hogy ezen az oldalon lövöm be a szalmát. Ott van a izé, kettő tároló, itt kell azt hiszem a vizet, és itt kell a kaját. És itt meg, ott meg ki tudod vételezni a tejet. Oké, gyerekek. Akkor ez így néz ki. Akkor várja, honnan kell beadnom neki a kaját? A kaját pont a másik oldalról. Innen kell a szalmát belőni. Hát akkor teljesen mindegy, hogy rakod le. Mivel eléggé cumi módon van ez megoldva. Gyerekek, lehet, hogy akkor ezt így felrakja ide a Keeper egyik sarokba. Remélem nem nagyon cseszi el a területet. Várja, hova kell a kaja? Ott kell, azon az oldalán kell a kaja, ugye? Akkor várja, ide lerakom, jó? Megnézzük, nagyon nem cseszte el a területet? Nem cseszte el talán. Itt van egy kis hupli, ott van egy kis hupli, nem olyan nagyon gáz. Jó gyerekek, ez szerintem így tökéletes. Ugye mivel itt a kaja, beadagolási rész, ott a vízbeadagolási rész, itt a szalma beadagolási rész. Akkor ezt valahogy úgy kellene megtervezni, lehet kicsit viettem volna arrébb is, hogy akkor mondjuk ide kellene bunkersilók, ide közvetlen a kajához, ugye? Azt meg is csináljuk, azok silóknál vannak, és van itt nekünk olyan, bunkersiló nagy dupla. Hát ez lehet, hogy nekünk nagy. Figyelj, bunkersiló közepes dupla. Egy bunkersiló kicsi dupla. Figyelj, nekem szerintem bőven elég lenne egy ilyen kicsi. Itt be tudnám hordani, a másik oldalt meg... De várjál, nem ilyen kaját kell neki adni, álljál meg! Hát nem ebből lesz a kajánk, hanem ugye kell mixing station, ami behordunk minden kaját, és akkor utána adagoljuk ki. Ugye? De várjál. Jó van.
A Mixing Stationből lesz a kaja ide behozva, ugye? Egyértelmű. Valószínű, hogy itt ez a kaja rész, ugye? Jó, hát figyeljetek, akkor ezt ide dobjuk. Így. Hát igen, a területet egy kicsit úgy csúfítja. Jó, ez szerintem itt jó. Ide lehet mellé állni, itt be lehet adagolni a dolgokat. Egyébként ide is rakhattam volna, és akkor instant beadagolom. De nekem ott jó. És akkor egy közepes, vagy elég lenne egy kicsi is, nem? Mellé ide bepettyintjük valahol a gyerekek. Vagy elé? Mellé. Igazából van hely, nem? Így. Ív az! Hát ez aztán csodálatosan néz ki, gyerekek. Komolyan mondom. Ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Na, itt akkor kell valamit alakítanom. Hát ez borzalmasan néz ki. Hát ezt én nem hagyom, ne arra ugyatok. Borzalmas. Nem akartam hozzányúlni, de hát így muszáj lesz. Várja. Oké, területfestés. Nézzük. Ez ami fűveset kellene, megpróbáljuk ezzel, és megpróbáljuk ilyen kicsibe, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Aha, ez egy jónak is tűnik, nem? Aha, ez jónak tűnik, gyerekek. Hát, ja, jól mondhatjuk, hogy jónak tűnik. Oké, gyerekek, így ez szerintem kaja. Ez nem tetszik ez a nagy betonozás. Itt valószínűleg le fogom én ezt itt fősteni. Ja, ne legyen ilyen beton, legyen inkább, ez a zöld se tetszik. Tudom, hogy mit tudom én az legelőnek ilyennek jelent, de valahogy nekem nem adja. Nekem jobban adná egy ilyen... Várj, ez milyen szín? Ide pöcsintjünk egyet, aztán meglátjuk. Hát ez nem olyan, amire én számítottam. Ez milyen szín? Ez sem olyan, amire én számítottam. Hát ez már valamivel jobb. Gyerekek. Csak az a baj, látod, hogy... Hogy ez megint más, mint ami nekem van itt. Jó, mindegy, akkor csináljunk azért azt meg, hogy így körbehúzom, és jobban illeszkedik így érted a területhez, hogyha így néz ki, ilyen, nem? Ilyen szín. Igen, valahogy nem jön be ez a zöld, de annyira nem illik. Tudom, hogy egy marha legelőre mártana nekik zöld, de hát valahogy legyen valami formája, valami ilyen barnás, ez itt tök jó. Ugye kár, hogy nem olyan, amire gondoltam. Ugye szélét megcsinálom, meg ez a Mixing Station alatt is legyen ilyen szín, hát a rosszabb egye meg azt a betonplacot, hát hogy néz ki, hogy legalább így a környéke az ilyen legyen ilyen színű rá. Igen, az is valahogy jobban adja. Nem? Valahogy szerintem jobb lesz. Egyébként így akkor egyelőre lefesthetném az egész területet. Nem, az meg se. Na. Ó, de testvérem az úr, barabb vagy a reggeli, úgy? Így. Na, valahogy így, nem? Majd nem tudom. Annyira nem tetszik egyébként, hogy ilyen betonszín. Ez annyira nem illik ehhez a maphoz. Jó, mindegy, akkor ezt így megcsinálom, hogy... Nekem nagyon fontos egyébként a... Hogy jól nézzen ki valami. Nagyon nem szeretem, amikor ilyen nagyon csúfos. Itt kellene még egy kicsit kijebb húzni, hát ez ott érdekes lett. Valószínű, hogy visszafüvesítjük. Vagy pedig kihúzzuk az egészet olyanra. Na srácok, hát ez mindjárt jobb, nem? Én úgy érzem, hogy ez így jobb. Nekem legalábbis jobban tetszik. És az a lényeg. Meg hogy nektek is tetszem, persze. Aha. Figyeljetek, van a legelő. Izé van. Szegénység van. Kolumbia van. Nincsen nekik fűjük. Az kész. Ez valahogy jobban illeszkedik nekem. Nekem így jobban jön be. Jobban bejön, vagy jobban jön be, vagy hogy mondják? Nem akarja azt. Úgy. Miért nem? Úgy.
Hogy eddig? Eddig. Szerintem Franz tudja, hogy nézett volna ki jobban, lehet, hogy jobban nézett ki volna, hogyha más jellegű a talaj. De nekem egyébként ez így bejön, csak az a baj, látod, hogy ilyen, nem tudom, ez a szín, hogy ez a szín, ez jobb volt. Ez nem olyan fényes, az előző fényes volt, az szerintem sár volt. Sarat raktam le szerintem megint, csak ugye ilyen sárgás textúrájú sarat. Ezt nem voltam, nem nézett ki valami marha jól. Látod, ez a fényes, ez csúfos volt. Olyan volt, mint hogyha vizes lett volna. Ez most nem az. Néha nem mindenhol akarja elfogadni itt a dolgokat rendesen. Hát szóval, ez most nem az a vizes hatású. De nem akar bemenni alá, de utálom te. Ja, ennyire ő akkor megcsinálhatnám ilyenre, nem így? Nem most... Annyira akartam, hogy izé legyen, ugye? Szép legyen. De figyeljetek, szerintem ez inkább ilyen legyen, mint beton, vagy valami csoda. Ez körülbelül ugyanaz a szív, mint ami ott kim van. Jó, van, ilyen lesz, gyerekek. Csináljuk meg az egészet, aztán majd úgyis belakjuk, mert... És ezért hagytam meg ilyen szép aratósra, hogy tök jó lenne, de úgy látom, hogy ez így nem működik normálisan. Sajnos ebben a játékban vannak ilyen kis hiányosságok, pont ugyanazt nem tudod létrehozni. Hát igen, learatott terület. Kellene, hogy legyen. Azt hiszem, hogy egyébként dev módban ugye meg tudnád csinálni azt, hogy beállítod, hogy milyen terület, le van aratva, nincs learatva, kultiválva van, nincs kultiválva, de nem tudom, dev módban meg nem akarok belépni. Azt mondjátok, csalok. De szerintem ezt most így eltaláltuk, mert látjátok, a vezető út az pont ugyanilyen színű. Látod? Úgyhogy ezt így most azért sikerült így összehoznunk. Igen, ezt így sikerült azért összehozni nagyjából. És mégsem az a fényes szar. Jó van, gyerekek, az állattenyésztés. Hát igen, meg az a probléma ugye, hogy nincs visszavonás sem. Ebbe a játékba, tehát hogy amikor itt csinálsz. Gyerekek, szerintem egyébként ez nem lett rossz. Ez így nem lett rossz. Nem, így egész jó lett, gyerekek. Ilyen kis kopár. Szerintem ez így illeszkedik. Rakunk egy-két lámpát, ezt, jó van. Meg igazából akkor lehetne itt a gépparkov is, ha már egyszer. Na hát, ugye, ez így jó. És akkor itt lenne a telep. Á, itt lesz a telep, kész, egyik. Jó, figyeljetek, ugyanaz a szín kb. Szerintem tök jó. Szerintem jól néz ki. Á, szuper, jó, oké. Akkor elég túl sokat is tököltünk ezzel, mehetünk tovább. A mellettünk lévő földet kellene megvennünk, a 13-asat ugye, ami nincs, meg is van véve, jaj de jó. Akkor azt el kellene vetni, de szerintem oda már valami nagyobb, komolyabb gép kellene. Meg amúgy is szükségünk lesz rá, és akkor vegyünk meg nagy traktor. Figyeljetek, itt megvan minden, tuti, megvan az állattenyésztés, ez minden, ugye? Hát itt vannak egy kicsit ilyen nehézségek, de talán nem lesz gond. Ide valószínűleg egy kicsi traktor kellene nekem, amivel itt el tudom húzkodni, meg el tudom hordani a dolgokat. Itt vannak itt ilyen textúra problémák, még nincs teljesen jó lefedésben, de szerintem jó. Tudjátok, milyen salakos pályára emlékeztet, a suliba volt annó ilyen. Akkor, figyeljetek, én szerintem nem kis pályázunk, vegyünk egy böszön egy gépet, amivel baromi gyorsan, nagyon jól le tudunk vetni minden. Gondolkozunk egyébként, hogy a dupla kerék helyett rárakja már a triplát, megnézzük először ezével. Duplával jó, hát csak elhúzza így is, rendben, és remélem, hogy tudok várja olyan metőt venni rá, ugye amelyik egyből kultizik is, olyan kell természetesen, meg baromi nagy. Na, ugye ez tök jó lenne nekem, 25 méteres, ugye ezt használtuk, csak nagyon akarta vinni, ugye a 980-as R2-t az kell neki, hogy működjön normálisan, gyerekek. Úgyhogy akkor veszünk egy ilyet, és akkor ezt tudjuk használni az összes területünkön, meg ugye megveszünk neki ezt a erkertet, ezt a seed hawkot. Oké.
Jó, mehetünk is, aztán hozhatjuk el is el a boltól. Hát szerintem a dupla kerék bőven elég lesz erre. Majd meglátjuk, gyerekek, mennyivel lehet húzni maximálisan ezt a vetőgépet. Megnézzük, hogy tudja-e húzni annyival. Hát csak húzza 640 lóerő kell neki, gyerekek. 18 km per órával kell elvileg húznia. Ugye arra kell figyelni, hogy ő rá nem tudsz rakni 3 pontos csatolóval ellátott eszközt, mivel ugye ő egy ilyen nagy vonóerejű traktor, arra jó, hogy így húzkod ilyen csodálatosan nagy dolgokat, de másra nagyon nem, de viszont erre nagyon jó, gyerekek. Hogyha nagyon belebonyolódunk a dolgokba, akkor jó, ne dudáljál! Fölvétel van! Ne dudálj! Ha nagyon belebonyolódunk a dolgokba, akkor csináljuk egy olyat majd, hogy rárakunk még egy kereket, de csak nem kell neki. Na gyerekek, ez mögött már egy kicsit azért barátibban néz ki a szajrérem. 32-vel tud menni, de annyival már meg is rántotta. 1100 lóerővel boldogulunk. Ugye a világ legnagyobb traktorja. Nem is tudom hány példány, talán egy darab példány készült belőle, sorozatgyártásban nem gyártották már, mint ebből a verzióban, ebből a 106, vagy 16V747-ből. Ugye ebből a verzióban azt hiszem, hogy csak egy darab van, de azt használták is. Nagyon, nem, 2 darab készült belőle, ha jól emlékszem. Használták nagyon sokáig, ugye Amerikában tipikus nagy szántóföldeken, viszont ha jól tudom, akkor már múzeumban van. Nem azért, mert nem lehetne használni, hanem mert annyira tipikus, annyira amerikai egyébként. Nem? Jó, oké. Figyeljetek, én úgy gondolom, hogy olyan gépeket kellene használnunk, amit eddig nem használtuk, tök jó. Ott a távolba, ott látjátok itt azokat a földeket, meg úgy gondoltam, hogy valószínűleg összerántom az összeset. És akkor szépen ezekkel a gépekkel fogunk tudni rajta boldogulni elég gyorsan. Tudom egyébként, hogy a Challenger is kb. Ezt a vetőt húzta, de ő 1100 lóerővel, ő, a Big Bad, sokkal dinamikusabban fogja használni, meg most már Real Motort már nem használja, a Keeper, nem véletlenül, mert egy szívás volt. Igen, akkor ki fogom alakítani itt magát a telephelyet is, azon a földön, ugye az egy, a 12-esen, nem az 1-es, a 12-esen. És akkor az szerintem így tök jó lesz nekem. Mert... Na, itt lesz akkor a telephely, figyeljetek! Ott van a Hacienda, itt a telephely. Mert ugye ide még kellene néhány dolgot készítenem, vagyis leraknom. Például a vetőgépeknek ugye a megtöltéséhez szükséges eszközöket. Ami azt jelenti, hogy szükségünk van nekünk olyanra, az egyébben van valószínűleg, hogy ugye szittan kellene, azt nem tudom, hogy melyik oldalról tudja tölteni, remélem, hogy minden oldalra rakunk egy szittankot, meg rakunk egy ilyet is. De, így. És akkor a telephely ez lesz maga, ez lesz a kezdő telephelyünk, ami szerintem jó. Melyik oldalra nyitja ki a csövet? Erre az oldalra, tökéletes, gyerekek. Ó, és akkor megtöltjük mind a kettővel. Oké, okay. Nem tudom, hogy melyikbe. Aha, műtrágya, jó. Akkor a hátsó a műtrágya, és az első a szíd. Jó van, gyerekek, már csak 11,2 milliómba elve. Úristen, mennyibe került a Big Bad? Meg se néztem. Hallod, gyerekek, ez nem volt olcsó mulatság, ugye? Jó sejtem? Meg se nézem, hallod, úgy veszem a dolgokat. 405. Nem is volt olyan sok, de ugye a vető is, az is rettentő drága. Ezt úgy kellene megcsinálnom egyébként, ugye amint beszéltem, hogy fele fű legyen, meg fele búza. A búza ugye a szalma miatt kellene nekem, úgyhogy ez valahogy okosan el kellene feleznünk. De majd mindjárt meg is nézi a képő. Jó, mehet a szíd is. Valahogy el kellene feleznem okosba egyébként, igen. Úristen, mekkora ez. Ez hogy a francban fogom én ezt elfelezni okosba. Ezt valahogy úgy kellene, hogy rá odaállítok egy gépet, ha nem, srácok? És akkor, jaj, mekkora ez a gép, Isten. Ez valahogy meg kéne nézni, hogy hol a fele, és akkor odaállítani a gépet, és ott keresztbe húzni. Aztán úgy onnan kezd el, érted? Ránézzünk, ugye a mapon így gondoltam. Lehet, hogy azt kellett volna, hogy közé hengerelsz, érted? Mert van olyan eszközöd, van olyan eszköz ugye, amivel el tudod választani, és ez lehet, hogy azt kellett csinálni, gyerekek. Sőt, megcsinálom azt nagyon gyorsan, jó? Elvileg valahol van, nem tudjátok, mert nem tudom, hogy hol. Ez,
Ez a gép a visszatudod alakítani a talajterületi szántóföld törlése. Na, egy ilyennel, akkor ezt csináljuk meg, és ezt mi, ezt csak úgy húzingálni kell, jó van. Akkor ezt visszaugratom, ezt a gépet, és akkor ketté fele. Ilyet még úgyse csináltam, hogy elfeledem, gyerekek. De várjál, nem bele akarok ugrani, hanem vissza akarom állítani. Ennek a vonatok ám nem viccei. Jó. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik. Soha büdös életben használtam ilyet. Egy kicsit túlzásnak érzem ezt a John Deere-t hozzá, de hát ez van. Egyébként, ha jól látom, hogyha visszaállítok egy gépet, akkor mindig megtisztul. Várj ezt. Aha, jó, oké, azt hittem, hogy nem tudja. Az igen. Ja, az a baj, jó, gyerekek, hát ez nem idevaló. Nem tudom emelni a csatolót. Uha, várjál, ezt kinyitom akkor. Ez mi lesz ez? Ja, bazze, várjál. Tudod mit, leszarom. Mert utána akasztom úgy direktbe. Az a baj, nagyon alacsonyan van a csatoló felülete, és ez emiatt egy ilyen szívás, lehet, hogy így se fog normálisan működni. Valószínűleg be kell kapcsolni hozzá, ugye, hogy a szántóföldek törlése, remélem nem az lesz, hogy amerre húzom arra minden így fog történni. Lehet, hogy nem. Úgyhogy erre nagyon figyeljünk, hogy erre, ezzel merre megyünk, mert úgy látom, hogy ez töröl mindent, tehát itt nem tudod. Jó, gyerekek, ez érdekes lesz. Az érdekes lesz. Nagyon kell figyelni, hogy hol fogunk rámenni a szántóföldre, mert ugye ez így, ahogy van, ez töröl mindent. Szóval nem szabad rámennünk máshol, mert ilyen csíkokat fogok belehúzni. Itt meg ugye van valami bánya. Jaj, aranyat akarok egyébként. Azért írja ugye, hogy nincs hozzáférésed. Nem úgy van, mint az EK-nél, hogy ezt be kell kapcsolni, vagy nem. De várja. Hát, ez úgy húzott hallott keresztbe, hogy a kereke nem volt. Ez nem kis pályás ez a gép, gyereke. Ez a John Deere. Na. Szépen keresztbe próbáljuk meg beállítani, és úgy, sitty. Ketté választjuk a területet. Nagyon érdekel, hogy ez hogy fog sikerülni. Utána visszaugratjuk, valószínűleg nem használjuk többet ezt a járművet. Egyébként vannak ilyen nagy területek, ilyen parlagon lévők, látjátok, szántóföldet is simán ki tudsz alakítani. Igen, 32-vel megy sajnos ez a gép. Egyébként szerintem az izében a Toyota-val is elhúzhattam volna. Aztán megoldottam volna azzal is, így belegondolok. Lehet, hogy az egy egyszerűbben volna. De egyébként tök jó ötlet volt megvenni itt a mellettünk lévő földet, nem? És ott kialakítani egy ilyen kis base-t, egy ilyen kis bázist. És kapásból rebazva, hogy nem alakítottuk nagyon át a mapot, annyi, hogy learadtuk. Igazából a föld, ezt adjál, adjál, hadd menjen rá minden. Na, jó. Gyorsan, nagyon érdekel. Itt nem megyünk rá, meg sehol nem, nehogy rá menjünk valahol is. Várjátok, egy dolgot meg akartam nézni. Igen, ez ugye szántóföldnek minősül attól még, hogy én ezt lefettem. Tehát ugye ez ekével, vagy bármivel, ez, vagy nem ekével, hanem ebből egyből vethetni. Úgyhogy hiába csináltam még ilyen textúrálásra, vethetnék bele, úgyhogy az a lényeg, hogy figyelni kell erre. Tehát nem szabad azt csinálni, hogy én itt erre rámegyek, mert akkor így eltüntetem a szántóföldet. Meg nem szabad azt se csinálni, hogy ekét leengeded azon a területen, mert azon csak baj lesz. Egyébként nézzétek, milyen kicsi a Big Bad. Úgyhogy látjátok, ezek nem kicsi területek, ezek böszme nagy területek. Úgyhogy szalma és fű meg lesz ezen a területen. Egyik oldalára ezt vetjük, másik oldalára azt. Megkerülöm, nehogy véletlenül valahova is valamit elcseszek. És akkor átjövünk keresztbe, és leteszem ezt a gépet. Ott mi van? Ott mi van? Ott a szkep. Ja, mi a szar van itt? Ez mi? Az mi az? Mi az ott, gyerekek? Ott van valami eladóhely is. Itt látod? Hát jó van, ennyivel húzza. De miért 17-tel húzza? Egyébként nem jövök rá, de jó van. De vannak érdekes dolgok, ez ilyen állat. Szerintem állatot itt tudsz venni, az oké. Csak nem tudom, milyen eladóhely van. Lehet, hogy ugye szalma vagy ilyesmi. Na, nézzük meg. Úristen, mekkora ez a föld? Ugye?
Mármint, hogy azt hiszed, hogy ezek ilyen kicsi földek. Ez böszben nagy földek, csak ezen a mapon tűnik olyan furcsa, furcsa néz ki, tényleg. Na, így akkor ezt ketté csapjuk. Hát az lenne jó, hogyha valahogy sikerülne egyenesen, hát biztos nem fog sikerülni, és az már most bánom, hogy nem fog sikerülni, de ez van. Körülbelül felénél vagyunk, ugye? Ó, nagyon jó, eltaláltam. Próbáljuk meg kávéderékszögbe végigmenni rajt. Hát nem tudom, mennyire fog sikerülni, gyerekek. Nem tudom ezt gépi munkással? Nem valószínű. Ez roppant érdekes, megmondom őszintén. Ilyet soha nem csináltam. Ilyet soha nem csináltam. Há, igen, igen, nem tökéletes. Próbálom beállítani. Mert hogy oda-vissza meghúzom, hogy egyenes legyen. Még aztán annyira nem nagy baj. Ó, de nem sikerült. De nem sikerült egyenesre. Nem tudod eltalálni egyébként szerintem. Ezt úgy kellett volna, hogy úgy lehetett volna megcsinálnom esetleg. Úgy ugye megrajzolom előtte. Ó, mi lett ebbe, bazze? Hát ez nagyon csúfos lett. Gyerekek, ezt valahogy, valahogy ázt én nem fogom így elviselni, gyerekek. Ezt így meg kell rajzolni, vagy valamit kell vele csinálni, mert én ezt nem viselem el így. Ez borzalom. Inkább azt kell csinálni, hogy akkor valamilyen talajtípusra leveretem. Mondjuk gyöpre, és akkor... Várjál, hogy gyöpre leveretem, akkor nem lesz az, hogy ott az jó lesz neki. Mármint szerintem azt be fogja szántani, gyerekek. Nem tudom egyébként, hogy ez hogy van. Az lenne jó, ugye, csak hát valószínű, hogy mégis azt meg fogja csinálni. Na, itt meg már lemegyünk róla. Oda nézd. Ilyen görbén szarul csináltam meg a Keeper. Látod? Ilyen görbe szarul csinálta meg. Na de gond, hogy ezt szerintem hiába csinálom, attól még ez termőföldnek minősülő dolog lesz. És ugyanúgy föl fogja szántani a francba. Úgyhogy ezt le kéne hengerelni okosan azért. És akkor mindjárt visszajövök még a hengerrel. És ezt a részét ezt megcsinálom. Jó, srácok? Bocsi, érte? Ebből kettő földet csinál a Keeper 1000-rel. Na, mert ugye itt még... De várja, bazze. Most ilyen fű lett, érted? Terméntípusok. Van tobakó. Na jó. Növekedés művelt. Elfonnyadt. De vagy ez jó? Ennyi? Akkor ezért fölöslegesen sem vettem meg ezt a szart, gyerekek. Na jó, van mindegy. Hát ez komoly. Jó, mindegy, hogyha véletlenül szántó lesz belőle, akkor nem viszem vissza, hanem egyelőre akkor maradjon itt, jó? Csináljuk meg a izét. Csináljuk meg. Tudjátok, hogy mit. Gyerekek, nem egyszerű az élet. Na, akkor viszont itt kellene egy kinyitást csinálunk, ez meg már közben megtellett, nagyon jó, és le kellene ezt mondjuk, melyiket az egyik felét búzával, a másikat, hát a búzával, a marhára mindegy, hogy melyik, inkább ezt kellene szerintem gyöppel, ez úgy jobb lenne, olyan jó sikerült bánom ide, hihetetlen. Na, ezt kellene gyöppel. Gyöpp! Azt ismerjétek ti ezt a szót, hogy gyöpp? Na, az a brepc, a szójabok, olajretek, fű. Oké, B. Meg a hátsót is be kell kapcsolnom? Nem, azt nem kell. Jó. És akkor working? Aha, szuper. Na, mennyivel húzza? Gyerekek, 18. Instant 18, úgyhogy ez tökéletes lesz. Jó, akkor ezt az végét lehúzom fűvel. Nagyon jó lesz, gyerekek. Nagyon jó lesz. Ez a nagy földeken lesz egyébként. Jó, ez a, most ez a ketté választás egy kicsit ilyen
nyögvenyelő is volt. Egyébként érdekes, hogy fűvel vetem le, és akkor fűvel választottam ketté. Ennek volt ám az értelme? Érted? Hozzá fog úgyis izéri nőni. Na mindegy. Jó, de majd a másik felét megcsináljuk izére. Mi az? Búzára, aztán akkor lesz valami. Vagy pedig árpára. Nem tudom, tök mindegy szerintem. Lehet, hogy árpára fogom megcsinálni. Mindegy, mind a kettőnek van szalmáért meg. Úgyhogy nem nagyon számít, hogy melyik. Itt szépen okosba fölvesszük. Oké, ezeken a földeken egyébként szerintem jól fog működni a gépi munkás is, nem fog így beleakadni minden kutyaszarba, ugye, ahogy a másik földeken. Na, ezzel lehet dolgozni, gyerekek. Nyilván 18-on húzza, mindenféle megtorpanás nélkül. Ez a lóerő azért nem hazudik, ugye. Jó, oké. És akkor elvetjük ezt, elvetjük a másikat, forgathatok is az időbe. Figyeljetek, annyira engem nem érdekel most a hozam, lehet, hogy el fogom engedni a permetezést, és el fogom engedni a műtrágyázást, fűnél semmiképpen nem kell. Az a lényeg legyen, mondjuk szalmán már van is, úgyhogy simán pörgethetek az időbe. Fogok olyat csinálni, ugye, hogy füvet berakni bunkersilóba, az kellene először, utána meg. Itt vigyázni kell, mert ugye ezt elvileg be tudom vetni mellettünk lévőt, úgyhogy azzal vigyázzunk. Mármint be tudnám vetni a izémet, az én területemet is. Az elég érdekes lenne azért. Ezt így elhiszitek, hogy furcsa lenne. Na, Big Bad. Szépen. Már most koszos. Egyébként Reamoddal megpróbálnám. Szerintem három kerékkel Reamoddal azért ez akkor is hibátlanul működne. Fenntartási költség az van. 11 millió van, gyerekek, elvertük már 2 milliót, de azért kezdünk haladni. Mindenképpen nagy területekre fogok mindjárt fókuszálni. Akkor, hogyha megindítottuk ezt a két földet, mármint ami egy föld, de ugye most ketté vettük, ezt hogyha megindítottuk meg az állattenyésztést, akkor nagy földekre fogunk koncentrálni. Egyelőre most instant nem fogok belevágni. Ott van egy izé. Mondom, egy villagyoszlop. Instant nem akarok belevágni ilyen aranykitermelésbe, de azért eléggé gyorsan bele akarok. Főleg az aranykitermelés érdekel, 43 ezerbe kerül literje, úgymond, vagy nem tudom, kilója, 43 ezer dollárba. Azért az úgy baráti lenne, hogy 43 ezer euróba természetesen, nem dollárba. Bár át lehet váltani dollárba, és egyébként át kell volna váltani dollárba. Nem tudom, egyébként gondolom nem számolja át a értéket, ugyanannyi marad, ugye? Most én átváltam dollárba, ugyanennyi pénzem maradt, csak dollárjel lesz előtte, ez áll a nagy izékunszt. Ugye át lehet elvileg, van forint mód is, gondolom, akkor is fordítva is ugyanennyit ér neki, nem számolna át nekem az aktuális valuta árfolyamra, meg semmilyenre. Még a nem aktuálisra is se. Jó. Na hát egyébként ezzel lehet dolgozni ezzel a géppel, nem? Hogy eléggé haladós. Igen, ez jó, ez jó. Meg nem tudom, hogy vannak-e nagy kombájnok esetleg, hogyha valakinek van kedve, akkor küldjön már nekem már, mint ilyen extrém nagy, valóságos kombájnok, amiket nagyobb, mint az ideál. Ugye az ideál van nekem, ami így gyárilag nekem abban van, és a legnagyobb talán, az ugye. Na, szépen válunk. Annyi, hogy ez lehet, hogy nem fogja tudni egybe lehúzni. De jó lett volna, hogyha igen. Ez a tipikus, ezt nagyon utálom, úgyhogy nem is fogok erőlködni vele. Mert ez a tipikus, hogy épp hogy nem tudod lehúzni, nem? Úgyhogy visszafele eljövünk majd egyenesbe. Mert jó, itt már lehúzná, de... Mondjuk a fűre, ha rálógatnám, akkor se történne semmi. Jó. Visszafele lejövünk, aztán akkor lehúzzuk még azt a részt. Arra kíváncsi lennék, hogyha így ráhúzom erre. Ha úgy látom, hogy akkor az nem történik már vele semmi. Oda nézzél. Jó. Akkor az jó. Az jó. Akkor tök fölösleges az a henger. Annak semmi értelme nincs. Így ketté választhatod így a földeket, nem? Ez kész. Nem kell vele vinkódnod. Ez jó. Azért akartam, hogy ha például automatán kezdek betni, akkor ne az legyen, hogy így végighúzza az egészet, érted? Az olyan részt is, ahol fű van, nehogy véletlen végig durrancsa nekem izével, búzával vagy akármivel. Tök érdekes ez a map, érdekes. Meg jó, közel vannak a földek,
Nagy lakos földek vannak, bár azért nem is teljesen flat map. Úgyhogy nem olyan rossz. Na, még itt megcsinálom a végét, mert ott az nem lett tökéletes. Aztán csináljuk ugye a búzát. Most lehet, hogy elindítom gépi munkásra, vagy csinálja, nem? Figyelj, miért ne? Csak az a baj, keresztbe folyamatosan fordulna. De hát mindegy, mert addig tudnánk más csinálni. Én nem tudom, hogy nem -e fog rávetni erre a fűre. Amúgy mindjárt kipróbáljuk, aztán hogyha kell, akkor... Meg akkor be kéne hordanom nekem közben már a szalmát, ugye? Na figyelj, itt akkor fogom, aztán levágom, lerakom már. És akkor oda már nem ver bele, ugye? Jól látom. Nem, á, de jó. Akkor ez a fűvesítés megcsinálod, akkor ez bőven elég. Na, ez tök jó. Tökéletes. Akkor ennek a hengernek nem sok értelme volt, ugye? Azt így észrevehetjük. Tudjátok mit? Megindítom én gépi melóssa, jó? Aztán fordul, ennyi baj legyen, de nem akarom én itt, nem akarom ezt csinálni. Van egy csomó dolgunk, elkezdhetném addig az állatokat rendezgetni. Kellene ilyen gép, figyelj, kellene ide egy homlokrakodós fasz, frankó, majdnem azt mondtam, hogy fasz a gép. Majdnem csúnyán beszéltem. Bocs a köhögésért. Na, váltsunk. Búzára. Váltsunk árpára, mert úgyis árpánk az izé. Az van abba a kotlába. Ezt akkor nem kell vele vinkódni, hogy legyen még. Jó. Oké, gyerekek, csinálja, szerintem egyébként teljesen jó fog fordulni. Nem lesz vele gond. Bocs a köhögésért tényleg. Nyomunk erre egy visszaállítást. Oké. Okay. Gyerekek, vigyázz! Halljátok, már végigért, érted? Meg akkor kellene csinálni egy olyat, hogy kellene nekem egy gép, ami itt el fogja rendezni a dolgokat. Valami homlokrakodós cucc lenne jó. Amivel lehet taposni is, lehet vontatni is. És homlokrakodós. Na nézzük! Hogy mi lenne nekem ide jó? Mi lenne ideális? Egy ilyen ellátó. Kerekes rakodók. Oda nézzé, testvérem. Ez tud vontatni? Hát ez valószínűleg egy vonószám. Talán. Ó, gyerekek, ez nem rossz. Erdészet, figyeld. De jó. Ez mi ez? Ja, ez izé. Oké. Okay. Felnészén gyerekek. Azt a betyár. Ez tök jó néz ki. Legyen fekete, így. Na, ez nekem tetszik egyébként. Mennyibe kerül egy ilyen szar? 58 ezer, nem drága. Ennek kellene ugye egy csatlakozó. Egy 622 litronikre való. Remélem, hogy tud vontatni. Egy 622-re való. Biztos van neki eszköz. Igen, ez a 620, ez az, jó. Trágyaszil, van lapát, 3200 literes, hát nem egy olyan marha nagy, meg kell mondanom, nem? Nem olyan nagy. Hát jó van, figyeljetek, jó lesz ez nekünk. Vannak annyian fogacskák, nem kell rá szerintem. Jó, akkor egy ilyet vettünk, és kellene nekem egy ilyen állattartásnál van az a szalma befújó cucc. Az hogy van, és az mi van, és az hogy működik? Nincsen, bazze. Nem, az állatszállítás, és van külön jószág. Aha, szalmavállákkal beteríti az istálló talaját. És miért van különböző? Ez meg keverő. Hát ez van. Ez annyi, hogy ugye ez az a befújó cucc. Egy bála. Ez a baj, hogy ilyen bálás cucc. Erre nem gondoltunk. De mindegy. Mert akkor megy a keverőbe a maradék szalma. És akkor bálázni is fogunk. Jó? Legyen ilyen is. Legyen ilyen is. Ne egyből akarjuk megváltani a világot.
Ezt lehet, hogy nem fogja tudni húzni az a gép, úgyhogy ezzel lehet, hogy bajom lesz. Nézzük már meg ezt a izét. Ez meg gondolom, ez nem három pontos csatoló? Azt nézem, a csatoló felületet próbálok rájönni egyébként, hogy mi a szar. Egyébként ez esélyes, hogy... Ez esélyes, hogy ez fölmegy a nézőnek az elejére. Vasze, ez a kerekes rakodók. Nem egyszerű. Ennek az eleje, az nem fogja tudni ezt használni. Fú, de baj! Ó, de baj! Na mindegy, hozzuk el! Hozzuk el! Egyelőre most nem a legfontosabb, lehet, hogy akkor majd hozzuk el azt a gépet. Az nekünk mindenképp kell. Ugye? Jó. Ha maximum eladjuk, vagy nem tudom, lekütjük a bányába, hogy valami lesz vele. Jaj, gyerekek, micsoda egy izé! Bulldozer! Hussza megy, halljátok, amire ez odaérek, arra levegy a nap. Arra készüljetek. Na viszont ez tök jó. Ez lehet titorni a idejét. Milyen hangja van? Ilyen tipikus lánctap. Figyeljetek, autentikusság. Még újdonság. Úristen, mekkora munkahenger ez, hallod olyan? Mind a combom, akkora munkahenger van rajt. De jó, de jó. És izébe megyünk? Mennyibe megyünk? 20-ra megyünk, úristen. Várjál, meg akartam nézni közben, hogy hol tart a... ő. Ó, figyelj, mindjárt végez. De jó, megcsinálta. És nézzük rá. És figyelj, hibátlanul. Na, azért ez a nem mindegy, érted, hogy egy... Nem bántam azt a mapot, nem bántam azt a mapot, de borzalom volt az, hogy nem tudták gépi munkást normálisan használni az alapon, az rengeteg föld alatt tíze, fa, meg a tököm tudja mi miatt, és ez nekem idegesítő volt azért hosszú távon. Hát ezzel, amire oda elkecselünk gyerekek, egyébként ez egy monopont akar lenni? Egyébként szerintem nem. Hihúj gyerekek, mi van itt? Úgyhogy ezzel nem fogok tudni húzkodni pótkocsit. Nem baj, ez egy ilyen izé lesz. Kicsit egy... szórakozzunk már egy kicsit, legyen olyan dolog is, ami... ami... hát ez kell. Ha nincs rendszer, ezt elvileg úgy kell volna szállítatnom, ugye? És érdekes, lefele is van, munkahenger, meg fölfele is. Érdekes, hogy nem csak a gravitációra bízták azt, hogy ugye lefele mozogjon a... ez a kar, hanem... jó, ez tetszik. Tök jó, gyorsan mozog, jó. Hát csak amíg tényleg, amire odaérünk arra. Itt elmegyek, itt rövidítek. Az olajfák hegyén keresztül. És milyen, milyen izéje nyoma van, de durva. Igaz, mert neki nem tudom falni, bocs. Ez nem is izé, ez nem is olajbogyó, hanem gumifa. Aha, és nézd oda! Ott van a izéje. Ott van a csőrendszer. Ugye, így van megoldva. És azért kell ide műtrágya meg. Mi a franc? Víz. Mert ugye így ki van alakítva, és akkor tökéletesen tudod ezt így csinálni. Áj, de jól meg van csinálva, gyerekek, nem? Azért ez jó. De ez a tényleg, amire lekecselek. Ugye itt megy például. Itt van a vízvezet. És ott van! Ott van, hogy mennyi ízeid van benne. Mennyi mondjuk víz, vagy valami csoda. És még azt is mutatja, és ezeket tök bírom, hogy vannak ilyen diszpléjek. Ezek annyira jók, annyit dobnak egyébként egy mapon, hogy ilyen csomó ilyen interaktivitás van tőle. Hát segítő befejezte a munkát. Gyerekek, amire odaérünk arra, itt levegy a lap tényleg. Ez akkor azt a feladatot fogja ellátni, hogy bunkersiló rendezés, és állatok alja takarítás, kaja, visszaverés, ilyesmi, jó? Ez azt a feladatot fogja, mindenkinek kitűzünk egy célt, egy feladatot, minden járműnek.
van kombájnunk, van minden. Egyébként itt most már lehet, hogy így van, tudunk költeni, lehet dolgozgatni. Ja, meg kellene víz, kellene ciszterna, ugye? Mondjuk az mindenképp kell, egyébként teherautókkal is megoldhatnám az ilyet, és akkor gyorsabban és univerzálisabban tudnám ellátni ezt a feladatot. Megnézzük, hogy van-e olyan ciszternás teherautó. Na, akkor őnek hív, bunkásíró igazgatás, meg itt ugye ezt is fogja itt rendezgetni. Jó. Munkásíró, ide rakjuk a munkásíróhoz, most egyelőre még nincs munkája, de majd fog lenni. Egyébként nem biztos, hogy a legnagyobb választás volt ez. Főleg, hogyha nem tud pótkocsit vontatni, majd meg fogjuk látni. Akkor ide viszont be kellene töltenünk a szalmát. Mert akkor arra használjuk fel ezt a szalmát, ugye, amelyiket összeszedtük, hogy ide betöltjük. Meg ugye innen ki is lehet venni, szóval itt nincs semmi probléma. A Big Bad végzett, egyébként csinálhatnám azt, hogy elkezdem vetni valahova, valamit elkezdek még vetni. A Big Baddal, mert vehetnék földet, és akkor ugye kapásból lenne belőle egy kis plusz pénz. Viszont mindenképp kell majd azt csinálnom, hogy... Nem figyeljetek, először csináljuk meg a ízeit, csináljuk meg ezeket az állatokat nyílre, jó? És megcsináljuk ezeket az állatokat nyílre, azt nézzük már meg például a ízeit, a... Hogy hívják ott? Mária? Kicsit szeretek föl vele, remélem, hogy föl tudom szeretni. Ó, hogy ne tudnám. Arany, az aranyat, az aranyásást. Az úgy valahogy érdekelne. Az állatok mellett így nekiállnánk aranyatást. Nekiállnánk aranyatásni, az egy ilyen mellékes, érted? Mit csinálsz? Rendezem az állatokat, meg közben aranyatások. Úgyhogy itt ez elindul, és közben meg majd megcsináljuk itt az aranyásást, jó? Mit szólnátok hozzá? Szerintem az így full lenne. Hátrafele ürítjük, ugye? Ezzel, hogy de? Ez tökéletes lesz. Ugye jó egyébként. Egyébként ez a keverő station, ez nagyon jó, ez nagyon ajánlom, ugye nem kell az autóval, vagy azzal a pótkocsival itt közlekedned, szenvedned, nem itt be tudod öntezni, meg még ráadásul ugye ez egy ilyen plusz storage-et is jelent. Tehát most már elvileg szalma. Ott van ugye 500 ezer, ez ugye nem volt eddig. Igen, és belpörgetünk az időbe, behozom ezt a szalmát, belpörgetünk az időbe, nőjön meg itt a árpa, amit le tudunk aratni, egy másik izé kell, másik, tudjátok, hogy mi, kombájn, amelyik tud H betűt is, hogy azért tudjunk közben mást is csinálni, mert akkor elmegyünk aranyatásni, vagy valamit csinálom. Dudálta volna te. Ezt már elvileg föl kell szednünk az összeset. Nekik ez így elég jó tellik, nem? Jóó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 
Kómat. Jó. Szalma van benne, és akkor meg tudom csinálni a teljes takarmánykeveréket. Kellene még, széna kell, meg kellene fű. Egy vetésforgóba nyomunk füvet, és második vetésforgóba meg nyomunk akkor szénát, jó? Tehát megforgatjuk, és akkor megvan az is. Ami szerintem tök király lesz. Ezt kell kapni az összes szómát, te. Egyébként ugye ezzel is tudnám, a homlokakadóval is ezt el tudtam volna hozni, de ha már egyszer így meg tudom oldani, akkor minek szenvedtessük magunkat annyira. Mind gyerekek. Azért így kicsit könnyebb így kezdés, nem? Hogy van valamennyi pénzünk. De ugye ezt megdolgoztunk minden egyes rohadt euróért, szóval ne legyünk irigyek, ne legyetek irigyek rám. Meg kéne nézni, megnézem azt az aranyásást, jó? Mindjárt, hogy ez pontosan hogy van, mert ez nagyon érdekel engem. Azt akartam mondani, leugrok gyors azzal a géppel, de hát azzal nem nagyon kell leugrani, azzal a markolóval, vagy mi a franc. Nem markoló, hanem bulldozerrel, mert azzal a husszal, amivel azzal ugrik, az nem ugrás, az nem az mászás. Próbálom összeszedni, csak szenvedős. Csak szenvedős.
Ó, hát ezt elkerültük, jó. Nem jó így ráfordulni, inkább messziről kell. Ó, te fiú, hát már fordul be, azért legyen valami. És akkor veszünk egy 50 marhát kapásból, majd hogyha meg lesz a kaja, persze. Addig nagyon nem érdemes, hogyha nincs kajájuk. Legyen meg a kaja, legyen meg a víz, minden, aztán akkor utána nekiállunk. Meg ugye neki fogunk állni, de a napon mindenképpen nagy üzembe termelni egy csomó mindent. Csak az állattartás, az állattartás meg az olivát ezt be akarom indítani, meg be akarom indítani a drogtermesztést. Ha már egyszer Kolumbiában vagyunk, akkor termesszük egy kis drogot is, nem? Gyerekek. Én úgy gondolom, hogy ez nem lesz egy rossz dolog. Oké. Ezt is beöntöm. És akkor nem kell ugye ott tárolnom a dolgaimat, hanem akkor ugye ez lesz a telephelyünk. Ami azért egy kicsit így érdekesebben néz ki. Jaj, de jó! Jaj, de finom! Na, nem van rossz helyre öntöd. Ugye a izét kell, a szilást kell önteni még bele, meg azt hiszem, hogy rosszul írtam, hogy fű, de nem fű kell, hanem széna kell. De fű. Ugye széna kell, ide széna kell. Szóval a széna kell ide. Úgyhogy ezt ne keverjük össze. Kicsit ilyen dutrás beütésre van így. Nem tudom, mi miatt érzem így. Na, akkor figyeljetek, ez itt is maradhat ez a gép. A MIGBADot behozom, akkor legyen már egy kis rend. Ugye? Na, oké. És akkor ez itt tök jó. Egyik fele fű, másik fele. És ezen a két területen állattartáshoz mindent, mármint a marhák tartásához mindent ugye meg tudok teremteni. Ott az mi az a távolban? Úristen, azt hittem egy város, de ott nagyon távol az egy hatalmas nagy bánya. Nézzük meg, hogy hol van ez az aranybánya, nagyon érdekel engem. Lehet, hogy tök jó pénzt lehetne belőle csinálni. És akkor mellékesen itt az állattartás mellett nekiállnánk egy kis aranyat bányászni, meg ugye meg egy csomó mindent, de az aranybányászat az érdekelne engem. Azt hiszem az aranybányászat az ott van azon a sarokban. Na de mindjárt megnézzük. Jó, oké, ez maradjon itt. Gyerekek, ezek akkora gépek, azt ilyen milyen picinek tűnnek ezen a területen, mert nézd már meg. Hallod? Nem, hogy a motorháztető tetejét, gépháztető tetejét nem éri el fejem, hanem ez így nézd. Így érted. Oh my god. Ja, lámpáknál. Hát ez a tipikus olyan eset, hogyha elütne, akkor a gőzborotva levinne a kuton kb. Ez meg itt rötyörög. Jaj, nagyon szép. Na. Jó. Meg akarom nézni az aranybányászatot. Jó, és akkor hogy itt néztünk el. Merre? Hol láttam az aranybányát? Arra, ugye? Milyen hátotávolság? Minden elláttam addig. Na nézzük. És akkor ez nem az aranybánya volt. Nem, ez nem az aranybánya volt. Egyel odébb valahol volt egy aranybánya. Ez mi a tököm, gyereke? Ez mi a szó? Mi ez? Steel. Ó, izé baze. Kohó, hallod? Limestone, iron, meg szén kell hozzá, és steelt, acélgyár, gyerekek. Úristen, hallod? Ez nagyon durva. És itt mi ez? Ide kell önteni. Gravel, és az iron. És ez így összeköttetésben van minden? Ez így működik? Oh my god. És hol van ez? Hol van az arany? Ez itt maga a bánya. Várj, hol van az aranybánya, gyerekek? Mert én láttam valami aranybányát. Ez szerintem szénbánya, itt nagyon feketedik. Hű, te édes Isten. Hol volt az aranybánya, gyerekek? Mondjátok már meg nekem. Nem jövök rá. Nem jövök rá, hol volt? Már itt is volt még valami. Nem, itt volt az... Aha, ez nem az. Ez mi? Itt volt az aranybánya. Valahol itt volt. Stuti most már rájöttem, és azt hiszem, hogy ez lesz az a... Ez lesz. És akkor itt az aranybánya, és mit kell hozni ide? Ide water kell, és dirt. Water és dirt.
Dört. Water is dirt. Az egy jó. A dirtet azt meg honnan tudom, onnan alulról? Water az oké, és akkor annyi, hogy itt jön az arany, és hova kell öntenem a dirtet? Ide kell öntenem a dirtet. Soil. Érdekes, hogy itt soilnak nevezik. De biztos, hogy ez az. Hív az-e? Igen. Jó, hát valószínű ide kell. És itt gyűlik az arany. Ez ide meg. Itt jön, ide jön az a melléktermék, úgymond. És itt mi van? Ez, itt még tovább jön. Ez mi a szar? Ide stone. Ja, hogy igen. Ebbe stone kell, és akkor lesz belőle csomó minden. Stone powder, meg shoulder, meg sand. Ugye ez ilyen kőtörő konkrétan. Itt van a szurok. Meg a szén. Mondhatok, hogy szurok. A tares szurok. És ebből lesz az aszfalt, ugye? Aszfalt, igen. Jó, akkor ezt megjegyezzük. Itt van a... Ezt nem kell megvennem egyébként? Hogy én ezt tudjam használni? 59 ezerbe kerül, meg valószínű, hogy itt alul lesz. Ugye a hozzávaló. Ez is mi a szarom? Gravel. Aha, ebben meg üzemanyag kell, water, meg... Igen. És ez a meddő akármi, ebből lesz garden stone, meg gravel. Jaj, de jó. Úgyhogy itt föl tudod dolgozni ezt a meddő dolgot. Meddő cuccot, és szerintem innen kell az aranyhoz. Innen kell bányászni, innen kell feloldani azt a soil, vagy pedig dirtnek nevezik, úgyhogy innen kell valahonnan. Hát figyeljetek, ide valami nagyobb böszme nagy gépek kellenének. Tudjátok, vannak azok a hatalmas nagy dömperek, de azt hiszem, hogy van is nálam dömper. És azokkal, meg valami hatalmas nagy rakorógéppel. Aha, ez mi? Ez szerintem szén, gyerekek, ez a fekete, de arra, mint hogyha más lenne. Hát meg itt is van valami, édes Istenem, hallod? Szerintem ez meg ez az nem ugyanaz. Látod? És még ott arra még befele van. Figyel, ilyen föld alatt. Ez ugyanaz. Jó. Akkor innen kellene. Figyeljetek, megpróbálnánk a közbe, amíg bepörgetünk úgyis az időbe, meg csináljuk ezeket a dolgokat, minden, addig lehet, hogy azt kellene csinálnunk, hogy hozok dömpert, meg hozok kotrógépet, egyébként van mind a kettő, és megpróbáljuk ezt az arany bizniszt, hogy ez mennyire hozza a pénzt. Nem, srácok? Ez itt tök jó lenne. Vécé, teleport vécé. Na, igen, jó, oké. Váltsunk vissza. Ezt is oda viszem. Bár ez valószínű cserés lesz, úgyhogy ezt a következő részre lecserélem, meg akkor ugye belepörgetünk az időbe, jó gyerekek? Mert ez paki, ez nem működik normálisan. Oké. Okay. És akkor az aranygyártásban az egy elég könnyűnek tűnik, mármint úgy könnyűnek, hogy nem kell túl sok minden hozzá. Azzal megpróbálkozik a Keeper, aztán meglátjuk, hogy igazából mennyire éri meg. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy hozok nagy dömpert, jó sok pénzért természetesen, meg jó nagy exkavátort. És akkor azokkal nekiállunk aranyat bányászni. De tényleg nagy gépekkel, még hogyha milliós tételbe kerülnek is, akkor is. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jók legyetek, csácsumi!